Lugosi Lugó László egyik utolsó fotósorozatából jelenik meg egy válogatás a napokban, Graffiti Read the Science címmel. A könyv ismerteti továbbá a graffiti alapvető fogalmait, stílus irányzatait, mármint ugye a képek mellett, sőt a graffitizés jogi vonatkozásait is. Az album bemutatójára 2022. szeptember 30-án 17 órakor a 27. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon kerül sor, de még a könyv megjelent előtt vagyis ugye debütálása előtt beszélgetünk magáról, Lugosi Lugó Lászlóról is, illetve a grafitizésről, hiszen köszöntöm a stúdióban Kródi Fehér Jánost, a könyv főszerkesztőjét. Üdvözöllek, János! Jó napot kívánok! És elnézést, hogy a hölgyet hagytam utoljára, Radics Panka, művészettörténész, graffiti kutató, üdvözöllek Panka téged is. <gül> üdvözöllek. <gül> nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásomat, mert amikor én találkoztam ezzel a kiadványjal, akkor nagyon sok kérdés felvetődött bennem, de teljesen laikusként állok a témához. Látom a graffitiket, bizonyos tekintetben van, amelyik el is nyeri a tetszésemet. Szerintem mindenki számára egy olyan különleges világot jelentenek, Amiről, amiről nagyon sokat lehet beszélgetni, hiszen néha olyan rejtélyesek, hogy ki és hogy, és miért teszi oda azokat a képeket, vagy mit szeretne, illetve miért alkotja azokat a képeket, és mit szeretne vele üzenni. De mielőtt a grafitizésben ilyen mélységekbe belemennénk, nagyon fontos beszélgetnünk Lugosi Lugó Lászlóról, hogy az ő életében mit is jelentettek a grafitik, és miért volt a középpontban. János? Lugosi Lugó László a mai kortás fotográfiának egy nagyon meghatározó alakja, és az ő életművében különös fontosságot kapott Budapest. Azt lehet mondani, hogy ez volt az ő legnagyobb témája, tematikája. Úgy is mondhatnánk, hogy az életműve egy személyes nagy Budapest archívum, amelyben minden benne van, minden fontos dolog, ami Budapestben látnivaló, tehát benne van a faktuális, a látható, a kézzelfogható Budapest, az épületek, az utcák, a neonreklámok, a különböző helyek, a, 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 tájék, a Dunáról készített egy nagy sorozatot, és mindemellett ott van az a szellemiség, mert fotózott szobrászokat, fotózott művészeket, zenészeket, amelyek valójában a Budapest Szellemiségét kiadják, tehát azt is mondhatnánk, hogy ez a kettő valamiféleképpen az éppen akkor kortás Budapest jelentést adják ki. Ennek a nagy Budapest archívumnak egy nagyon fontos része a graffiti, ami 2016 és 2018 között készült zömmel, de már előtte is ö, fotózott, és ö, ö, nem utolsó sorban például a mellettem ülő munkatársam, Radis segített a logónak a különböző graffiti lányok -ok, útvonalaknak a megtalálásában, majd nyilván erről beszélni fogtok. De visszatérve arra, hogy Lugo úgy gondolta, hogy ez egy radikális, nagyon érdekes városi népművészet, egy modern népművészet, amelynek azért egyébként majd tegyük hozzá, hogy nagyon hosszú hagyománya van, olyan hosszú, hogy az emberek meglepődnek, akik nem ö, most hallanak, vagy keveset hallanak a grafitikről, hogy Pompeján keresztül egészen visszavezethető, nagyon ősi időkig majdnem a, a, abba az idő rétegbe, amikor maga a képzővészet keletkezik. Szóval, hogy Lugo ezt felismerve azt mondta, hogy mivel a, a grafitisek maguk nagyon kevésé vagy kevés az, aki művészetnek tekinti ezt a tevékenységet, amit csinál, ő viszont, hogy lefotozta, valójában a művészet beemelte fel. Tehát két dolgot csinált a logó. az egyik, hogy dokumentálta ezeket a képeket, és ezzel megadta azt, ami már felteltőleg nagy rész nincs is, mert ezek lefestések kerülnek, romos házakba voltak többségében, lehet, hogy ezek a romok, rostövezetek már nincsenek is felszámolódtak. A másik, hogy átmentette ezt a kultúrát, ezt az underground kultúrát a művészet számára, mint mondjuk egy motivumkincset, vagy kiemelt és látható úgy, mint művészeti motivumok is. Röviden, körülbelül ennyi. Az, hogy megjelent most kimondottan a grafitikről egy kiadvány, ami képek mellett egyébként nagyon sok tartalmat is, és interjúkat is tart, nyújt a, a, a olvasók felé, amellett, vagyis ez arra enged következtetni, hogy Lugó életében is kiemelt helyen voltak a grafitik. Tehát említetted, hogy azért Budapest egy, vagy Budapestet bemutatva gyakorlatilag egy archívum volt az ő munkássága és az ő még felelhető alkotásai, de hogy igazából mondhatni azt, hogy számára egy kiemelt helyet kaptak a grafitik, és ezért is választottátok a grafitiket a kiadvány főszereplőinek is? Igen, ezt lehet mondani, hogy egy kiemelt szerepet töltött be, hiszen ha jó számolok, akkor majdnem négy évet, öt évet foglalkozott ezzel egyfolytában. Ez azt jelenti egyébként, hogy szó szerint bejárta a, a, várost két lábon, <laughs> szóval, hogy gyalog kellett mindezeket a dolgokat megcsinálni. A, nem csak a grafitizés veszélyes, a grafitiket is megkeresni, tehát olyan épületekbe bemenni, amik elhagyatott épületek, stb. Tehát megvan ennek a maga meg megvan ennek a maga veszélye. De még egyszer egyébként akkor egy picit talán a fontosságára irányítsuk rá figyelmet, hogy a graffiti honnan is jön, túl azon, hogy most ennek nyilvánvalóan van egy BTK vonatkozása, de hogyha megengedi, megengeded, akkor ezzel most átröpülünk, hanem inkább abból a szempontból közelítenénk meg, hogy a Graffiti alapvetően egy nagyvárosi kultúra, és vannak olyan térelméletek, amelyek úgy származtatják a graffiti a keretkezését, hogy egy nagyvárosban sokan vannak az embernek egészen más a térélménye, és a, a graffiti egyfajta új helykutatás, egy újfajta kommunikációs mód, egy újfajta médiumnak a keresése. Nevezetesen a graffitisek általában és nagy részt azokat a úgynevezett városi nem helyeket használják fel, mint mondjuk egy hídnak az alja, elhagyatott kerítés, vagy mondjuk egy nagyon hihetetlen helyen lévő, fönn a tető mellett lévő valamiféle kis dolog. Tehát ezek ezeket a nem helyeket lakják be, ezeket a nem helyeket vonják be valamiféleképpen a saját maguk kommunikációjába, és ezáltal ezek a nem helyek belekerülnek mind abba, amit egy városnak a kultúrájaként, a város tereiként érünk meg. Hm. Ez szerintem egy fontos dolog, mert ő pont azt a két dolgot vizsgálta, hogy hogyan néz ki egy város, ugye a Klösszet is lefényképezte, ő volt az, aki a 19. századi Budapeste uh, épületei után ment, és a Klössz felvételek mellé oda tette hogy száz év múlva ezek az épületek hogy néznek ki. És nem csak ezt csinálta, hanem folyamatosan ott volt az új építéseknél is. Tehát őt az érdekelte, hogy az idő, amint előre halad, a különböző terekben Budapest miként változik meg. Tehát azt a paradigma pontot kapta el, ahol az elmúlás és az újjászületés egybe van. És ezekben a, ezek ezeknek a területeket, ugye ezek a frekventált területek és az épületeket ki, ki, tudjuk fejezni. Azonban ezeket a nem helyeket, amiket ecetfák borítanak, sűrű, bozótos, stb., de ide tartozik Budapestről, hiszen ezek a rostövezetek nem is kis területet tesznek ki, felfedezte Ezeknek is a beemelési lehetőségét, és azt gondolom, hogy ez a, a, a grafitinek az egyik iránya volt számára. Nem hiába mondtam egyébként, hogy szerintem azok az emberek, akik grafitiket alkotnak, valamit üzenni szeretnének, és itt elhangzott a teszádból is az, hogy, hogy gyakorlatilag egy olyan csatorna, egy olyan lehetőség, kommunikációs lehetőség, amin keresztül nagyon sok mindent el lehet mondani, de akkor beszéljünk arról, Panka, hogy honnan is ered a grafitizés, hogyha ennek ilyen nagy múltja van. Ahogy ezt már a János is említette korábban, általában ezt pompájból szoktuk eredeztetni ezt a szót, de lehet, hogy most a kartás graffiti kapcsán nem teljesen célra vezető ez a definíciós útvonal. Azt gondolom, hogy a legkorábbi előképek után a 70-es éveknek a nagy graffiti bumja tekinthető itt a, az origónak a témával kapcsolatban, és ebből a korai graffiti Irányzatból alakult ki itt nálunk Magyarországon is az első graffiti hullám, és ez mondjuk a 90-es évek elejére tehető. Egyébként itt volt egy nagyon nagy hatású film is, aminek a címe Style Wars. Ezt Henry Chalfant rendezte, és talán a budapesti graffiti kultúrára ez tette rá a, a bélyegét, tehát ez volt a legmeghatározóbb film, illetve mediális felület amiből inspirálódtak a grafitisek. És nyilvánvalóan az évtizedek alatt itt a grafiti irányzat is változott. Elég nehéz különböző stíluskorszakokat elkülöníteni itthon. Minden esetre nagyságrendileg az elmondható, hogy a 90-es évek elején kezdődtek meg a nagy vonatfestések, stb. 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 Tehát az illegalitásban kereshető mindig a gyökere, hogy arról már korábban beszéltünk is és ez az illegális graffiti irányzat talán a 2000 2000-es évek elején kezdett valamennyire visszacsökkenni, illetve a 2010-es évek közepén egy jó pár éve már, már intézményesült művészeti ágnak tekinthető a grafiti. Miként lehet különbséget tenni azok között a az emberek között, akik ténylegesen művészeti értéket adnak ki a kezükből, és, és valamit üzenve gyakorlatilag egy olyan olyan alkotást hoznak létre, ami egyébként hatással van a művészetre is, mert erről is fogunk beszélgetni, hogy azért befolyásolja a művészeti irányzatokat is a, a grafitiknek a különböző megjelenése, és mondjuk azok között, akiknek nem tudom, a polgárpukkasztás és a, és a, a rend megbontása a célja. Hogyan lehet különbséget tenni? Egyáltalán a graffiti társadalomban van-e különbség a két fajta tevékenység között? A mai street art ágazatok, tehát például a, a falfestési irányzatok, amik Budapesten kifejezetten erősek napjainkban, mindegyiknek a gyökere a grafitiből ered. És itt ember legyen a talpán, aki, aki különbséget tud tenni ilyen értelemben jelölés és jelölés között. Tehát gondoljunk csak arra, hogy a grafitinek az alapvető üzenete vagy lényege a kezdetekor az volt, hogy az egyén névtelenségére fölhívja a figyelmet. Ugyanakkor mi is a társadalom minden tagja a minden napokban is jelöl. Tehát gondoljunk csak itt arra, hogy az aláírásunkkal hiteresítünk különböző iratokat, a nevünkkel fémjelezzük a saját életünket. De most egy, egy tűzfal festési projekt kapcsán is azért nagyon fontos az, hogy ezt milyen szervezet csinálta, és a művésznek az aláírása, vagy a művészeknek az aláírása minden esetben szerepel a falon egyébként, vagy a megrendelőnek a, a neve természetesen. Tehát ez egy, ez egy érdekes kérdés. Azt gondolom, hogy hogy 2018 óta az illegális graffiti az a végletekig visszaszorult a, a városban. Tehát ez a jelenség ma már nem úgy vizsgálható, mint mondjuk a, a, a Lugó korai projektjeiben, hogy, hogy aktívan élt ez a graffiti szubkultúra. Miként változtak egyébként a szabályok? mond nyugodtan, János, és ezt felteszem szerintem a kérdésemet. Szerintem a kérdésedre, az előző kérdésedre, a graffiti szerintem egyszerre van benne a művészetre, és egyszerre van a művészeten kívül. Azonban, hogyha a művészeten kívül van, akkor is nagyon sok művész, aki egyébként nem graffitizik, motivumokat emel át, és hoz át a festészetében. Ha most... Májusban voltam utoljára Berlinben, és végigmentem a, a fő a, a garériás utcákon, és megnéztem, és elképesztően a nagy százalékban van benne a kortás művészetben a graffiti kultúra, mint motivum, mint gesztus. Tehát azok, akik esetleg nem is annak szánták, azoknak is bekerülnek, a motivumai a művészetben. És ráadásul nem csak a művészetbe kerülnek be, hanem a kortás vizuális kultúrába. Mindaz, ami minket körbevesz a divattól, a pólóktól, a dizájnon keresztül, azok mind jönnek ebből, és akkor egy érdekességet hadd mondjak már olyan per is előfordult, amikor a grafitisek perelték be a nagy multicégeket, mert a reklámjaikban, anélkül, hogy ők ezért jogdíjat kaptak volna, felhasználták a, a, a grafiti műveiket. Ugyanez egy kétfenekű dolog, hiszen egy anonim dolog és büntetendő, tehát ember legyen a talpának és jogilag megfejti ezt a dolgot, de minden esetre a jelenséget láthatjuk. Tehát az is, aki nem művészket csinálja, az is bekerül a művészetbe. Az, aki pedig egészen művészetként csinálja, például Benszkire gondoljunk, akinek, hogyha fölfújta a falját, na abban a pillanatban megy oda a városi hatóság, vagy a befektetők, kivágják az egészet, és megpróbálják eladni jó pénzre a dolgot. Tehát a grafitének egy elképesztő hatása és nyomása van, amely a művészet felé visz. Én egyetértek a pankával, hogy hogy most már ugye a szelídítettebb változatokkal találkozunk, nem festik a vonatokat, a metrókat, stb. És mindaz, ami a legális falakon történhet, ez már egy egészen más dolog. Lehet, hogy majd a grafitinek egyfajta mém kultúrája, az át fog vonulni az internet adta különböző birodalmak lehetőségei felé. Nagyon érdekes egyébként ezt szerintem követni, mert biztos vagyok benne, hogy valamilyen formában az illegalitás az hozott magával egy olyan, hogy mondjam, egy olyan hozadékot, ami egy kicsit több volt. Vagy, már, igen, szabadságot pontosan köszönöm szépen, ami által, ami által jobban mertek olyan dolgokat is üzenni az alkotásokkal, mint egyébként a művészet mindig is ezt csinálja, és minden formában ezt csinálja, hogy valamit üzenni szeretne az alkotás Alkotója, de hogy tényleg ez egyfajta szabadságot jelent. Ez mennyiben befolyásolja egyébként ez a fajta változás az alkotásokat, a kreativitást, vagy bármit? Érezhető az, hogy, hogy akár ténylegesen így, így, megváltoznak a kifejezések, megváltoznak a gondolatok, ami ezáltal a lehetőség által úgy ami egy kicsit talán be is korlátozza, Panka. É, igen, abszolút. Tehát a graffiti alapvetően kettős kommunikációs funkciót tölt be. Ebből az egyik, ami a szubkultúrának belülre üzen. Tehát olyan jeleket, illetve szavakat, kifejezéseket, rövidítéseket alkalmaznak, amit csak a graffitis csoportok értelmezhetnek. Másrészt van egy kifelé irányuló kommunikáció sajátossága is, ez pedig az, amit a szubkultúra szeretne a társadalom nagy egészének mutatni. Ez, ez pedig magában foglal egy jó nagy adag misztikumot, amit ugye Lugó is próbált földeríteni a város archeológiai munkásságával, illetve Megint csak az intézményesülésre tudok én is hivatkozni, hogy azóta, mióta a graffiti bekerült az úgynevezett magas művészeti kategóriákba, elveszítette a motivációját. Hm. Tehát ilyen módon én azt gondolom, hogy ma már nem célra vezető, klasszikus értelemben vett graffitiről beszélni. <kül> mert sokkal inkább a kifelé irányuló kommunikáció határozza meg ennek a létezését. Még kezdetben inkább ez, ez a kommunikáció, ez befelé szólt, ez a jelhagyás. Most viszont azok az irányzatok, amik amik jelenleg trendik, most, hogy ezt a, szót, ezt a szót használjam, az sokkal inkább egy aktivista, társadalmi témákban érzékeny felületet biztosít az alkotóknak, illetve a városlakóknak is. Tehát sokkal inkább közérthető ebbek már ma ezek az üzenetek, akár képekbe, akár kaligrafikus írásokba foglalva. Viszont grafiti művészek vannak. Bocsánat, megint Jánosba folytottam a szót, és akkor itt Igen, is megállok. Ahogy, ahogy nagyon sokan használják viszont úgy, hogy, a, hogy a, a művészetet is beemelik. Például klasszikus festmények, mondjuk a Dávidnak Igen. a medúza tutaja Igen. például feltűnik, annak egy egyszerűsített változata, de sorolhatnánk egészen Michelangeloig, amelyek aztán kikerülnek újra a falra. Tehát valamiféleképpen úgy képzeljük el, hogy középen van a centrum, ezt mondjuk nevezzük az elit, kultúrának, és aztán a perifériáról jönnek ezek a különböző impulzusok és mémek, amelyek egy picit felrobbantják, átrendezik, átstruktúrálják a centrumnak a jelentéseit, a forma kultúráját, a színességét, és aztán ezek a változások egyértelműen igazak a művészetre, a kortás művészetre, és igaz a grafitire is. És ahogy említettem, tehát azért graffiti művészek vannak, szép számmal Magyarországon is élnek graffiti művészek, akik annak vallják is magukat, mert mondhatni azt, hogy talán most már balhatják magukat, vagy beszélhetnek akár róla. Kik azok, akik meghatározóak ebben a világban, akiknek a művészete akár nem csak a grafitisek körében, hanem úgy általánosságban a művészetben is elfogadott és akár követett vagy ö, elismert? Hát a nagyok között ö, Bastiák, Hering és, és a Benski, akit ki lehetne emelni, ez azt jelenti, hogy ők alkotják valójában a hát a legjobban eladott ö, ké, kortás ről van szó. Tehát itt dollár milliókról van szó. Ez azt jelenti, hogy, hogy abszolút a csúcson vannak. Ö, a a lévő kategóriákban, hogyha az ember kimegy egy európai nagyvárosra és megnézi a galériákat, akkor ott is számtalan helyen látja, hogy a grafitinek milyen nyomai vannak. Ezen kívül, mint ahogy mondtam, ennek lenyomata van a kreatív dizájnban és a kreatív vizualitásban. A, a Magyarországi részt a szívesen most átadom Pankának. Magyarországon leginkább városszínesítő csoportokat emelnék ki. Ilyen, például a Neo Paintworks vagy a Színesváros csoport, és öm, nekik például rengeteg nemzetközi fesztiváljuk is van, amin részt is vesznek és amiket szerveznek is. Tehát ott ö, Isten igazából ö, külföldi művészek is hasonlóan reprezentálhatják magukat, budapesti falakon is, és ö, vice versa. Tehát most legutóbb egy berlini nagy. Ö, város színesítő akcióra, fesztiválra hívták meg például a színes városnak a, a művészeit. De számos olyan példa van, hogy a Hall of Fame-re az USA-ban meghívtak egy nagyon kiváló magyar tehetséget. Tehát itt most, most sorolhatnám a neveket tényleg, mert számtalan kiváló művészünk van. Egyébként egy érdekesség, hogy egy kicsit vissza is csatolják a könyvhöz. A könyvünkben olvasható több interjú is, és ezeknek egy része 2016-ban készült, és a srácokat, akiket akkor interjúztattam, megkérdeztem arról, hogy mit, mit látnak, hogy a grafitisek közül, akik mondjuk később a street art felé fordultak, milyen arányban vettek részt művészeti oktatásban. És erre nagyon... Erősen az volt a válaszuk, hogy mondjuk 60 -a az akkor aktuálisan aktív grafitiseknek nem vett részt ilyen nemű oktatásban, a 40 a igen. És az én tapasztalataim alapján, és az általam kérdezett srácok szerint is, mostanra ez az arány teljesen átfordult. Tehát meg, meg ugye a graffiti az már egy kihalóban lévő művészeti irány, hogyha ha szabad ezt így, uh -huh. így nevezni. Tehát mostan, mostanság már szinte kizárólag művészeti legképzett alkotók figyelhetők csak meg Budapest falán. Persze mindig vannak kivételek, de ezek a kivételek erősítik a szabályt. Viszont akkor ezért van ekkora jelentősége is akár ennek a kiadványnak, hiszen olyan képek kerülnek megmentésre és bemutatásra ezáltal az kiadvány által, amik már, ahogy említettétek, nincsenek is a falon, és ezek szerint ez a fajta grafitizés, ez kihalófélben van és eltűnőben van. Összességében 3500 valahány fotót készített, felvételt készített lugó, és ebből kb. 350 van benne a, a, a kötetünkben. Különböző graffiti lineok -ok mentén, a bankok kutatásait követve, kisebb ciklusokra bontottuk a képeket, és ezen keresztül nyomon követhető, tehát valamiféle mém szinten van egy interaktivitás a könyvben, hogy be lehet a valósággal azonosítani ezeket a dolgokat. Igen, tehát. A, egy múló kultúráról van szó, mert egyrészt a grafitisek is átfesthetik egymásnak a munkáit, másról még egyszer hangsúlyozom, hogy nagyon sok olyan helyen készültek ezek a grafitik, amelyek lebontásra ítélt épületek és feltetőleg már ezek nincsenek is meg, és ezért is még egyszer kiemelve a logónak túl azó, hogy a művészeti kommunikációba emelte ezeket a rajzokat, ez is egy nagyon fontos, hogy megörökítette, és nagyon reméljük, hogy a, mivel ez egyébként egy magán, művészeti magángyűjteménynek a, a részét képezi, az elkövetkező időszakban kutathatóvá válnak ezek a munkák, és már most is egyébként egy továbbfejlesztett változatban van, és csak akkor utalok rá, Panka helyett, hogy ő ír, továbbírta a tanulmányát, továbbírja a tanulmányát, és egy könyv formájába felteltőleg következő évben meg fog jelenni Panka tollából a budapesti graffiti bemutató nagyobb könyv. Ez is szintén Lugosi Lugó László Lugónak a fotóira fog támaszkodni. Panka, egy kérdés, mert említette János ugye, hogy ezeket a graffiti lányokat ban te is segítettél, hogy ezek felkutatásra kerüljenek, és ezáltal segítetted ugye Lugosi Lugó Lászlót, hogy meg tudja örökíteni ezeket az alkotásokat. Ezt hogyan képzeljük el? Valamilyen formában meg kell ismerni a gondolkodásmódjukat, hogy mik lehetnek azok a területek, amiket szeretnének a kézjegyükkel ellátni, vagy, vagy miként működik ezeknek a graffiti lányoknak a felkutatása? A graffiti lányok -ok egy nagyon érdekes funkciót tölt be mind a, a város szövetében, mind a grafiti kultúrában. Egyrészt, ahogy erre már a János is utalt korábban, ezek a grafitilájnok, -ok, ezek nem helyek. Tehát uh -huh. a, a, az átlagember, aki sétál a, a, az utcán, eszébe se jut, hogy egy adott fal mögött mondjuk egy kilométereken hosszantartó vasútvonal van, és, és ennek a vasútvonalnak a, a kerítésein végig grafitik Találhatók. Tehát ö, egyrészt ö, ez az érdekességnek a másrészt az, hogy a, ezek a lányok, -ok, ezek valahol megtűrt ö, graffiti falak. Tehát. Ezek a felületek leginkább gyakorlásra szolgáltak a, a grafitisek számára, mert itt nem feltétlenül találták meg őket a rendőröképpen azért, mert nem tudtak arról, hogy, hogy ez itt van. Ezek mind nagyon elrejtett um, egységei, rozsdaövezeti helyei a városnak és ö, itt biztonságban, ö, relatíve biztonságban is fogalmazok, ö, tudtak gyakorolni, és a későbbi nagy píszeket, vagyis mesterműveket már olyan helyekre tudták elhelyezni, ö, ami, ami több ember számára látható. Ezek a, a, a lányok egyébként ö, főleg elhagyatott gyárépületek, illetve teherhordó, vasúti sinek mellett helyezkednek el. Tehát ezért se bátorítanék senkit arra, hogy ezeket megpróbálja felkeresni, még akkor se, hogyha egy kicsit törekedtünk arra a megjelenő kötetben, hogy ezek valamilyen módon beazonosíthatóak legyenek, legalább egy ilyen KB-lokációra, mert tehát tényleg kifejezetten veszélyes helyek is tudnak lenni. Emlékszem, amikor mi Lugóval megkezdtük a közös munkát annó 2015-ben, 16-ban, akkor ő, ő megpróbált felkeresni egy ilyen elhagyatott graffiti lányt, ez talán a leghírhettebb gettó line a, a városban, és, és meg is sérült egy kicsit, tehát egy, egy kerítésbe, egy rosdás kerítésbe beleakadt a lába, és akkor így, így a fotózást nem tudta azon a ponton tovább folytatni. Tehát azért ezek nem véletlenül esnek ki a város szövetéből, ezek a bizonyos nem helyek. És szerintem ez is adja ennek az egésznek egy kicsit a misztikumát, amire utaltam, hogy valahogy az emberek fejében, hogyha a graffitiről beszélünk, akkor van egy ilyen, ilyen tiltottság, ilyen, ilyen e, misztika, ilyen kis kérdések köre, hogy vajon ki lehet mögötte, miért és miért csinálta azt, mit szeretett volna üzenni, ami szerintem valahogy itt tényleg elgondolkodtatja az embereket. Beszéljünk magáról a kötetről, még arról, mind, arra mindenféleképpen szálljunk időt, hogy az alkotótársaitokról illetve azokról is említsünk néhány gondolatot, akik részt vettek ennek a kiadványnak a szerkesztésében, összeállításában, akár ugye a, a háttéranyag megteremtésében, átadásában. János? Közösen szerkesztettük, ugye most ketten itt vagyunk, szerkesztőtársunk volt még, Lugosi Blanka, a jogorökös, szerkesztőtársunk volt Szilágyi Szabolcs Csillagi képzőművész és Ciglényi Boglárka. Így raktuk össze a könyvet körülbelül egy, egy éves munkával. A vizuális alapját az a Collegium, Berlini Kollégium, Hungarikumban kiállított anyag képeszt, amit 2019-ben még Lugó életében valósítottuk meg. Akkor ő válogatta az anyagnak a nagy részét, és a Petru Zsuska, a kurátortársam Berlinből, én, a Budapest részről én voltam, egészítettük ezt ki, és akkor erre támaszkodva, tettük meg azt, hogy még a különböző típusokon, graffiti típusokon és a lányokon keresztül egészítettük ki a könyvet, hogy egy reprezentatív mű szülessen, és még szeretném kiemelni, hogy egy nagyon szép kiadványt sikerült összeállítani, amit pedig Gerhes Gábor képzővésznek és könyvművésznek köszönhetünk, aki szintén az alkotótársunk volt ebben a projektben. Kinek ajánljátok a kiadványt? Jó szívvel ki az, aki, akinek azt gondoljátok, hogy élményt tud nyújtani, aki valamilyen téren, akár nem tudom, elmélyüléssel tudja forgatni. Szerint, Mindenkinek, akit érdekel a kortás kultúra, akit érdekel a kortás képzőművészet, aki, aki szereti Budapestet, szereti a nagyvárosi kultúrát, aki szeret, ahogy te fogalmaztál, olyan izgalmas kérdésekbe egy picit belemélyedni, hogy jaj, vajon egy divatirányzat mögött, egy figura mögött, egy vonal mögött, egy új, egy új vizuális jelenség mögött kiállhat, kirakta ezt a dolgot össze és mindazoknak az embereknek, akik foglalkoznak a grafitivel, a, a, tudnánk ajánlani, például, amikor könyvet készítettük, akkor kezünkbe akadt egy olyan tanulmány is, amely a grafiti művészetet szerette volna az iskolába bevinni, hogy az iskolai vizuális oktatásban a gyermekek segítségére legyen. Tehát elég széles az a spektum, akinek ezt a könyvet ajánlani lehet. Még egyszer mondom egy nagyon szép kiadvány, és nem utolsó sorban természetesen azoknak a gyűjtőknek, akik meg sokat jelent Lugó, illetve azoknak az embereknek, akik szerették az ő művészetét. Egyébként ez lesz a 22. kötete, mert 21 kötet már az életében megjelent. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, és hogy beszélgethettünk erről a különleges világról, és erről a különleges művészeti lehetőségről, kifejezési eszközről, aminek rendkívül sok szegmense van, és aminek szerintem csak a felületét tudtuk most kapargatni ebben a beszélgetésben, de hogyha valaki szeretne még jobban elmélyülni ebben, akkor akár a kötet segítségével, akár különböző más lehetőségeken keresztül erre van módja, de most ugye, aminek kapcsolatban beszélgettünk a 27. könyvfesztiválon debütált tehát Lugosi Lugó László Graffiti uh, Read the Science című albuma. Ennek kapcsán voltak vendégeim stúdióban Radics Panka, graffiti kutató művészet, történész, valamint Krúdi Fehér János, a könyv főszerkesztője. Köszönöm szépen nektek, hogy befáradtatok hozzám. Összönjük. Köszönjük, Szép napot!